Hello! Sziasztok! Hú, de gyorsan becsatlakoztatok. Vagy én voltam lassú. Csak itt még pillázgatok. Szia Csebi Hegedűs 1. Szia, hogy vagy. Köszönöm, hogy jöttél. Zolika 867. Jól hallotok? Szia Vivcsó! Köszönöm szépen. Megint ide süt a nap, és megint nem látok semmit. Köszönöm szépen. Szilvi, köszönöm szépen. Több like, több nézőt vonzhat, csak így tovább. Ma mindent föl fogok olvasni, amit látok. Úgy döntöttem. Mit szóltok hozzá? Amúgy nem indult olyan jól a reggelem, csak mondom, akit érdekel és kérdezte volna, már ne írja be, mert fájt a torkom reggel. Láttátok-e a férfináthás videómat? Szerintem ez a karma dolgozik. Köszönöm szépen a dicséreteket. Zakkant Póni, igen. Kattant Póni, azt mondta a Kitti hétvégén, ültünk itt, szia Tibi Csoki, ültünk itt a kocsiba, és akkor valami mérgelődtem, azt mondja, anya, szerintem te Kattant Póni hangulatban vagy. Rendes a Kitti, rendes. Köszönöm szépen a követéseket. Úgyhogy nem jött olyan jól a reggel, mert hogy még a hangomra sem ismertem rá, mondom, úristen, ki ez a bereket csaj, mint aki szétcigizte az éjszakát, vagy szétbuliszta, énekelte, ilyesmi, de nem. Úgyhogy remélem, hogy nem vagyunk betegek, és egy csomó mindenki beteg a környezetünkbe, képzeljétek el. A szomszédos városban, az óvodában van koronavírusos kisgyerek. Nem hangzik jól, és elkezdték nálunk a suliban maszkot hordani. Ez a helyzetjelentésünk, de a vírusról többet ne is beszéljünk. Pest megyében lakom, Zolika, köszönöm szépen a kérdést. Nagyon hardcore a zenénk ma. Úgyhogy, azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy nem is fogok live-ozni, de összeszedtem magam, ittam egy energiaitalt. Oda csaptam. Máté, nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen az ajándékot. Igen, én is remélem, hogy nem leszünk betegek, de hát amilyen szerencsések vagyunk, biztos az őszi szünetre fog ez összejönni, de remélem, hogy nem. Szia Kopasz, köszönöm szépen, hogy jöttél. Szia Tomika. Úgyhogy ezek mennek meg a bárányfelhők. Van ez így. Elkezdtem C-vitamint szedni, és teázgatok ezerrel, de amúgy úgy nem fej semmi, csak olyan nem volt kedvem semmihez, hangulatom volt. Lehet ez a kattant póni hangulat, ki tudja, mert ugye most már azt is tudjuk, hogy mi az a crash. Köszönöm Robi a dicséretet, köszönöm jobbulást. Most már nem fáj a torkom, de reggel mondom, tényleg meg volt a miértbe. Panni, szia Feri, köszönöm szépen. Kata, hogy vagy? Valaki már úgy érkezik, hogy kajak kiröhög, már előre tudja, hogy vicces lesz a live. Elutasítunk egy Together meghívást. Legalábbis megpróbáljuk, nyomkodom itt, de nem csinál semmit. Panni, nagyon aranyos vagy, köszönöm. Szia Dominik! Elkezdhetjük küldeni a lájkokat. Ütögetni kell a kijelzőt. Na nem erősen, csak finoman. Vannak újak, mindig örülünk az újaknak. Az újaknak mondom, hogy szokjuk meg a stílust, itt mindig ilyesmi. A helyzet nem kell szóvá tenni, mindenki látja, amit kell, akinek nem tetszik, meg görgessen tovább. Jó, másnak is fáj a torka, nekem is fájt egyébként a fejem is, de már tegnap reggel is fájt a fejem. Megyek órára, puszi, jó sulizást kívánok annak, aki a szünetben nézett. Szia, mindenkinek üdvözlet. Ez egy Nadine Style felső, és tegnap ezt kaptam a Kittitől, képzeljétek el, az ásványvásáron vette nekem. Nagyon aranyos volt, úgyhogy a Medox a Kittinek vette ajándékot, a Kitti meg nekem, meg apának is. Jó a hajam színe, köszönöm szépen. Szia Zsuzsi, örülök, hogy itt vagy. Van már két gyerekem, köszönöm a felajánlást. De hogyha ilyen projektre vágyom, vannak benfenteseim otthon, akik segítkeznek ebbe rendszeresen. De köszönöm szépen. Nagyon aranyos kérdéseink vannak ma is. Szia, Robert, lakatos. Lehet, hogy Robert? Az egyik legszebb, legcsönsebb vagy Ada a TikTokon. Köszönöm szépen, hogyha így gondoljátok. Egy másodpercet kérek, csak bocsánat, egy pillanat. Felhívhatlak délután? Pont telefonálok. Nem, csak egy perc, hogy nem lesz pénteken tanítás, mert mondom, Igen. Csak annyi 3-4-12-ig lesznek. Szuper. Jó, akkor nem lesz dolgozat se. Pénteken nem. Király. De nem lesz tanítás. Felhívlak, hogyha hazaértünk, jó? Köszönöm szépen. Szia. Majdnem mondtam, hogy benne vagyok valamibe.
De, bocsánat, telefonálok, hát mit mondjak? Van, aki nem érti, hogy mit csinálunk. Neked nem kell főzni, de kötelező, még a zenénk is elment. Köszönöm, jó mentés volt. Igen, mindig jön és mondja az információkat, mert tegnap este beszéltünk, ő egyébként egy nagyon cuki nagymama. Ezért mondtam neki, hogy telefonálok, mert úgysem érteni, ha azt mondanám, hogy live-ozok. Amúgy meg titkos küldetésben vagyok. Nagyon valaki be akar jönni hozzánk live-ba. Na, ez nem 1x6. Azért nem, mert hiába gombolom be a felső gombot, szétjön. Remélem, hogy mindent megbeszéltünk ezzel kapcsolatban, és elengedhetjük a témát. Akinek nem tetszik, tényleg lépjen ki a live-ból. Harapós vagyok, mert fájt a torkom reggel, csak viccelek. Köszönöm a megosztásokat, és köszönöm szépen a követéseket is. A gyerekekre várok a parkolóban, az iskola parkolóban. Itt live-ozok én, és Ada vagyok, nem főztem ma, holnap fogok, vagy délután. Lehet, hogy délután, de már nagyon frusztrál a kérdés is. Nem figyeltem oda. Dicsak buksi, hello. Nem is kell, hát tényleg nem tudom egyébként, mert szét pattan. Jó, oké, beszéljünk a blúzomról. Ez egy, hát azt mondják, hogy matyó hímzés, de amúgy nem, mert szerintem csak simán kalocsai minta. És nem hímzés, hanem nyomott. Köszönöm, köszönöm, hogyha tetszik a fölsőm. Beszéljünk a hajamról is. Lépek, nagyon szép napot a legszebb asszonynak. Feri, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a követéseket. Hello, pici! Még egy Together live-ot elutasítunk. Ez volt a harmadik, jól számolom. Elnézést, hogyha valaki szeretett volna velünk diskorálni, de ilyenkor nem szoktunk vendéget fogadni. Nyomott kalocsai minta szerintem, és nagyon szép. Igen, szerintem is kalocsai minta. Nagymamám még, igen, köszönöm, hogy a hajamról beszélünk. Köszönöm, hogy valaki vette alapot. Köszönöm azért az ajándékokat is. Szóval a nagymamám még hímezgetett, mikor kislány voltam. Egy csomó ilyen kalocsai mintás terítőt, úgyhogy hát staférunknak, így mondta ő, de szerintem tudjátok, hogy mire beszélünk, egy csomó ilyet kaptam annak idején. Miért nem válaszolsz? Mert rásüt a kijelzőre a nap, és nem láttam a kérdésed, vagy gyorsan elpörgött, vagy az is lehet, hogy nem akartam. Bocsánat. Az is lehet, hogy nem akartam válaszolni. De így lenn még egyszer is, megpróbálom. Ezoterikus beállítottságú vagyok. Köszönjük szépen, Imre, hogy megosztottad velünk. Egyébként én is. Csak annak válaszol, akinek látja a kérdést. Így van. Pont semmit nem látok, de energiagyógyítással foglalkozok. Imre energiagyógyítással foglalkozik. Tudjátok, hogy nálunk lehet üzeneteket küldeni másoknak, szívesen beolvasom, amikor látom. Úgyhogy írjátok nyugodtan, ha van üzenet. Ádi Kántor, szia! Igen, Imrét bemondtuk. Mindenki jelentkezzen, hogyha szeretne. Hogy lehetsz ilyen szép? Nem tudom, bőr, igen, bőrszoknya. Egy kicsit aggódtam is, hogy nem fogja a piros szín megfogni az ülésemet. Remélem, hogy nem. Szia, Piri! De jó, hogy itt vagy. Köszönöm szépen, hogy jöttél. Jó. Akadjunk le az ingemen. De sok újunk van. Köszönöm szépen a követéseket a sok újaknak, és a sok izgalmas, érdekes kérdést is. Misi, szia! Idna, szia! Zsolt, szia! Bocsánat, ha valakinek nem tudok válaszolni a kérdésére, mert nem látom. Sziasztok! Mindenkinek szép napot kívánok, én is szép napot kívánok. Elhalkult a zenénk, ugye, amikor kiszálltam. Kicsit benézett a Misi, jól tetted, hogy benéztél. Ki van tetoválva? Igen, nem tudom, mi volt a kérdés, végre jött egy kis felhő, látok is. Ki van tetoválva a szemem, ha szám, vagy nem tudom, melyik volt. De már sok mindenki tudja a választ. Vannak szemfüles nézőink, akik megjegyzik. És biztos nagyon unják, hogy ennyiszer mondok el minden nap mindent. De válaszolunk, mert az újak azért kérdezik, mert érdeklődőek. Csini a ruhát, köszönöm szépen, már nem vagyok benne biztos, hogy az, mert már nagyon sok kritika ér, de nekem tetszik. Szerintem jól nézel ki, és attól, hogy anyuka vagy, nem kell besen vanyodni. Így van. Nem is értem. Akik ezt írják, azoknál otthon az anyukák nem csinik. Nagyon szép a szemed. Köszönöm István a dicséretet, Stefano Johannes. Szia, szia. Örülök, hogy ma is jöttél hozzánk. Matyós szett. Igen, fölvettem, mert amúgy szerintem szép, de sokan írtátok a videóim alatt, hogy nagyon szeretitek ezt a fölsőmet. Ja,
Enike, tök igazad van, akkor biztos nem lenne baj. Vagy hogyha mit tudom, én nem lennék annyira dekoratív, az se lenne, akkor se lenne gond. Nem tudjuk. Nem látjuk az összefüggést, de majd ha valaki megfejti, írja meg nekünk. Nem foglalkozunk a rossz kritikával, jó? Mindig megdöbbenek ezen, de ez azt jelenti, hogy új, mert még nem volt nálunk. Köszönöm, László. Azokat nem értem, aki anyuka lesz és levágja fiúsa a haját, miért? Azt mondja Herkules nekünk. Én inkább azt az összefüggést vettem észre. Igen, Vivcsa üzeni, hogy szívesen moderál, ha valaki szükségét érzi arra, hogy ha magától nem tud kilépni, akkor segítsünk neki. De vegyétek komolyan, nagyon harapok ma. Szóval én azt az összefüggést vettem észre, hogy egy bizonyos kor fölött kezdenek el a rövid hajra. Vagyis inkább rövid hajúak lenni a hölgyek, de szerintem csak azért, mert lehet, hogy az könnyebb kezelni, vagy már nincs meg az a sűrűsége a hajuknak, vagy nem tudom. Én ezt vettem észre. Nem az anyukassággal van összefüggésben. Szia! Szia, Lackó! Örülök, hogy jöttél. Úgyhogy nagyon kiegyensúlyozottnak tűn, szimpatikus néve, vagy köszönöm szépen, most egy kicsit úgy kiborult a kiegyensúlyozottságom a mérlegből, de csak azért nem voltam felkészülve, olyan családias volt, tegnap is a hangulat, alig voltak ezek a kötelező körök, amiket leszoktunk futni, most meglepődtem, hogy így indítottunk, de összeszedtem magam. Szia, Meli! Kedvenc férfi illatomra nem tudok válaszolni, nekem minden illat tetszik, tényleg nincsen kedvenc, amit éppen használ a kedvesem, azt szoktam szeretni a legjobban. Valaki társat keres, megjött a Medox. Egy lány, Meli. Mi a melód? A munkámról itt, ezen a platformon nem szoktunk beszélgetni, mert ez nem egy üzleti applikáció. Az egy igazi Gripen el fog repülni velem, 4G-vel fog menni. Úristen! Nem szabad sikítani, nem szabad hányni, jól mondom? Jól jegyeztem meg? Se sikítás, se hányás az ilyen utakon. Az tilos. Régen az volt a szokás, hogy a házasság előtt hosszú... Igen. Az volt a szokás, és utána levágatták? Szia, Medox, már előre köszönnek neked. Sziasztok, anyacs! Egy másodperc, ez kicsit beleng a... Kérdezhetek valami? Igen, live-ba vagyunk, szívem. Hogy egy játékban miért az a zene van, ami a Squid Game-ben? Hát, mert ez most nagyon népszerű, és láttam a TikTokon egyébként, igen, Squid Game, úgy mondják, és láttam a TikTokon, hogy reklámoznak egy applikációt, ami ilyesmi jellegű játék, de nem néztem rá. Mindenki köszön neked, a Kata, a Vivcsó, Bence mondjuk nekem, hello. Kis kabátodat vedd le, cicám, jó napod volt? Köszönöm a követéseket, Sándor Gábor Maci, szia, hát, és üzeni, hogy hello Medox, Medoxnak jó napja volt. Nagyon jó. És a TV2-be is benne lesz az Ada, mert meghívom őket is, hát előre köszönjük szépen a meghívást. Anyacs, azon kívül, hogy most is sok házi van. Sok a házi a Medoxnak, akkor hosszú lesz a délután. Szia Timi, örülök, hogy itt vagy. Nagyon sokan köszönnek Medoxnak, nagyon aranyosak vagytok, köszönjük szépen. Mufi magad, Medox, megbeszéltük ezt tegnap, Rigi. Azért nem tudjuk mutogatni, szia DJ Popo, mert igen, a lányom is szerintem szép, sőt sokkal szebb. Beintegethetsz, kezével beinteged, de tudjátok, hogy kiskorú nem szerepelhet a live-ban, ezért csak ilyen szigorúan. De tudjátok, elmondtam tegnap is, most mondom azoknak, akik mondjuk tegnap nem hallották, hogy a TikTokon a profilképem alatt van egy Instagram gomb, és akkor arra rányomtok át, mert az Instagramra, és ott vannak történetben gyerekekről fotók, aki meg szeretné csodálni őket, pont emiatt tettem ki. Ezt látom folyamatosan, köszönöm a moderátorok munkáját, nagyon nehéz koncentrálni, szegények. Jó, technikai szünetet tartottunk. Megvárjuk, míg mindenki le lesz tiltva. Tényleg, bocsánatot kérek. Tudjátok, a moderátorok így, ilyen ügyesen, gyorsan szelektálnak. Aki szeretne maradni, az kapja össze magát. Most beszélgessünk, viccelődjünk. Ne akadjunk már fenn a részleteken, tényleg. Köszönöm szépen a követéseket. Nem tudom, bocsánat, akik most először látnak, azoktól tényleg elnézést, nem szokott ekkora káosz lenni. Úgy hívjuk őket, hogy halendák, akik busszal jönnek, és akkor így csoportosan megérkeznek, kiírják magukból, lemoderáljuk, és itt maradunk beszélgetni egy jót.
Azt várjuk meg, amíg ez a folyamat lezajlik. Tényleg bocsánat a nevükben, a trollok nevében elnézést kérek. Csókolom, jó napot kívánok! Én is mindenkit üdvözlök, aki most érkezik, és nagyon szép napot kívánok azoknak, akik esetleg kilépnek, vagy letiltják őket. Na jó, csak viccelek. Hollandiából is szép napot kívánunk! Szerusz öccse, jó a felső, tetszik, köszönöm szépen, Ádám Kucsera, szia! Kitti, mikor vége, ez nem sokára? Jól van, aki is, lemaradt a vége. Nekem egy csomószor csinálja ezt, amikor írok kommentet live-ba. Képzétek, hogy elküldi anélkül, hogy megnyomtam volna a gombot, a vége meg nincs ott. Úgyhogy szerintem, Sándor Gábor Maci, ez történt nálad is, ugye? Na oszt, szia! A fejed! Aj! De zavarja össze, már elfejtettem, mi volt a mondat eleje, mert közben olvastam 4 vagy 5 kommentet fejből. Titkárnő vagy személyi edző? Nem. Azoknak, akik nem követnek az elejétől kezdve, mert ilyen is előfordulhat. Nagyon-nagyon régen beszéltem a munkámról, vezetőbeosztásban dolgozom, ennél többet nem szeretnék a munkámról beszélni. Köszönöm a kérdést, és azt is köszönöm, hogy lezárjuk ezt mára, meg úgy a többi live-ra is. Nekem is elnyomta, tudom, egy csomószor írja nekem is. Nem tudom, hogy miért. Köszönöm szépen a követéseket. Amúgy 8400 lájkot kaptam eddig, a lájkot úgy tudjátok küldeni, hogy érintgetitek a kijelzőt, és akkor az mindig egy-egy kis lájkocska. Nagyon szép lányod van, köszönöm szépen, Anna, a dicséretet. Házi írás után mi a program? Szerintem most fogok főzni, mert holnap délután van egy találkozóm, és akkor szeretném úgy otthon hagyni a dolgokat, hogy minden elő van készítve ahhoz, hogy a gyerekek tudjanak önállóan enni, inni. Ez egy GLA, ma még senki nem kérdezte meg, vagy igen? Milyen autóban ülsz, kivi lennék? Ez egy Mercedes GLA. Mehetek-e live-ba? Pont az előbb mondtam, hogy nem szoktunk ilyenkor live vendéget fogadni. Gruppenták, sziasztok, Bolis Zoli, szia, köszönöm szépen, hogy jöttél, lemaradtál a buszról, beálltak egymás után a parkolóba, vagy öt. Nem, nem maradtál le, bocsánat, elkiabáltam. Köszönöm, Berki Andor, a dicséretet. Nekem S-kupé, AMG. Hát, van akinek jó megy, van akinek jó megy. Csak viccelődök, viccelődök, Lackó, nagy megsértődjél. Tudod, hogy nagyon kedvellek. Tetszik a GLA is, egyébként nekem is. Kizárásos alapon nem, tényleg tetszik, hát ezt választottam. Buna, buna szére, jól mondom? Remélem, hogy sikerült megfelelőképpen visszaköszönnöm. Már egyből 10 000 fölött van a lájkunk. Szia, ártatlan nyuszi! Nem vagyok sértődős, akkor minden rendben van. Úgyhogy ma főznöm kell, hát nem tudom, hogy láttatok-e pizzás videómat, a Kitty azt akarta, hogy pizzát csinálja, köszönöm Zoltán dicséretet, Kitty azt akarta, hogy pizzát csináljak, de közben meg már jött itt szavazat a lencsefőzelékre is, meg a húslevesre is, úgyhogy még majd lányom megmutatom, itt nem tudom, mert nincs itt velünk, még órája van, de az Instagramon van fotó róluk, hogyha meg szeretnétek nézni. Azt kérdezik tőlem, hogy hány nyelven beszélek. Hát, ha a magyart is beleszámoljuk, akkor mondhatjuk, hogy 3, de azért stabilan sem az angol, sem a német nem megy már olyan jól, mint amikor tanultam ezeket 100 évvel ezelőtt. Csinos vagyok, köszönöm szépen, Bíró Zoltán, a dicséretet, köszönöm szépen a követéseket is. Látok is sütana? Azt szeretném kérni azoktól, akik tudják a választ, mert már 100-szor elmondtam, hogy esetleg válaszoljanak ezekre a kérdésekre, nem szeretném, hogy megunjuk ezt a live-ot, hogy mindig ugyanazt mondom. Amúgy már tényleg ilyen sablon szövegeim vannak. Köszönöm szépen a követéseket, tényleg aranyosak vagytok. Idő Miami? Ja, nem, hát nem, itt se, egyébként 12 fok van, csak olyan, mintha jó idő lenne, de nem. Nálunk borzalmas idő van, esik is, nálunk elég szürke idő van. Nálunk reggel akkora köd volt, hogy azon gondolkodtam, hogy ez most mi. És... Igen, köszönöm, Vivcsó, hogy válaszolsz. Igen? Holnap projektnap. Holnap projektnap. Pénteken van az, nem? Igen. De holnap nem péntek van, nem? Tudom, pénteken lesz. Ja, jó, ne zavarj össze. Tököt faragunk a hétvégén, mert tökfaragó verseny lesz az iskolában, és hétfőn kell behozni a tököket. Pest megyében lakom. Esik nagyon rossz az idő Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Holnaptól néztem a repülés, meteorológiát, rossz idő, hideg lesz. Igen, szerintem most elkezdődik már ez a nagyon esős, nagyon ködös október.
És még mindig le vagyok sokkolódva ettől, hogy a karácsonyi dolgok vannak kirakva mindenhova. Intelligens nő vagy, tetszik, köszönöm szépen vezér a dicséretet. Van, aki eddig nem jut el, hogy ezt is felfedezze, ezt a tulajdonságomat. Köszi a választ, nagyon szívesen. Ha válaszoltam, akkor nagyon szívesen, ha nem, akkor meg elnézést kérek. Anetta, nem láttam, Anetta, ja. Köszönés, biztos, igen. Azt hittem, hogy jó, értem, igen, az egy köszönés. Teljesen, teljesen össze vagyok zavarodva ma. Be kellett volna vennem egy fájdalomcsillapítót, tuti az a baj. Vagy lehet, hogy a hell, amit megittam. Mi? Nagyon gyönyörű, szép vagy, mint mindig, köszönöm szépen a dicséreteket, Rufus. Szia, szia, hogy vagy? Igen, ittam egy energiaitát, mert délelőtt azt hittem, hogy ülve elalszok, annyira nem voltam képbe. Szia, dinnyés asszony. Igen, mert most már elmondhatjuk, hogy zöldséges vagyok, ez a foglalkozásom. Itt a parkoló őr munkám közben itt kitaláltam magamnak egy újabb kreatív foglalkozást, és mivel úgyis itt kell ülnem a parkolóba állandóan, egy zöldséges standot is nyitottam, tehát nálam lehet dinnyét kapni. Igen? Azt akarom kérdezni, hogy van itthon dinnye? Nincsen dinnye, mert már nem terem szívem legalábbis Magyarországon. Ez a felső kalocsai mintás. Igen, kalocsai mintás. Cuki, aranyos szerintem. Van egy fehérbe is, bár az újatlan. Köszönöm szépen a követéseket. Megmutatod a babádat? Nem tudom megmutatni, mert Kitty még nincs itt, csak a Maddox ül hátul, de fiatalkorúak nem szerepelhetnek live-ban, mert letiltják a live-ot, azt meg ugye nem szeretnénk, de az Instagramomon vannak fönt fotók a gyerekekről. Magas labda volt ez, úgy látom, magas labda volt. Front van, mi? Hallgassunk zenét addig. Ó, bocsánat, akkor semmi baj, azért mondom el, mert biztos, hogy nem tudjátok. De ez egy ilyen szigorú TikTok szabály. Amúgy azt hiszem, hogy az Insta live-okban nem ilyen szigorúak. Érdekes, ugye? Igen, köszi Tibi! Szóljál oda, most már. Légy szíves. Köszönöm szépen. Tényleg köszönöm szépen. Már nagyon sokkal jövök itt a moderátoroknak. Igen, meg igen, hát fejlesztjük itt a parkolót, fejlesztjük. Teli hold van, aztán sírnak a farkasok. Tényleg az van? Mondjátok, hogy az van, mert én tényleg ezt napok óta látom, hogy úgy mindenkinek sok ez az egész, az időjárás, hogy október van, hogy mit tudom én, teli hold van, fronthatás van, hogy összességében sok, de ezt még a közlekedésen is látom, hogy vezetnek meg, ahogy gyalog közlekednek. Nekem nem kell holnap meg holnap után, mert szünidő, nálunk még egy hét lesz. És utána szünidő. Kalocsai mintás, igen, megint egy Together meghívót kaptunk. Ma nagyon népszerűek vagyunk, mindenki velünk akar beszélgetni. Új hold van, akkor ezek új energiák. Jól indul, jól indul. Az Oli válaszolt valakinek, azt hiszem, akinek nem tudtam. Igen, köszönöm szépen, hogy válaszoltál, helyettem, bocsánat, nem láttam. Bagzanak a macskák, mindenki teli van. Nem tudom, hogy mi van. Mert lehet, hogy pont egy ilyen egy erősebb ebédszünetbe futottunk bele. Amúgy, hogy vagytok? Most már én is megkérdezem. Na, Elekkel teljes összhangban vagyunk, ugyanarra gondolunk. Amúgy jól vagyok, köszönöm szépen. Így van, újak és igen, erősek, igen. Frendo, Frank, köszönöm szépen a rózsát, nagyon kedves vagy. Szabi is kérdezi, igen, én jól vagyok, én tök jól vagyok. Mondom, néha így meglepődök, még mindig meg tudok lepődni, de most már összeszedhetném magamat, nem? Legalább nem kéne küljen a döbbenet az arcomra. Dolgozom ezen, dolgozni fogok ezentúl. Mindig jól vagyok, hál' Istennek, Rufus. Azt mondja, én is pont ugyanígy vagyok. Podcastod már meg a Mercit? Nem. És ki is borulnék, ha így lenne, nem mondj ilyet, hát még tök új. De nem, nagyon vigyázok egyébként, nagyon óvatos vagyok, meg ez olyan kis okos, egy csomó mindent jelez, mondjuk azt is, amit nem kéne, meg olyan dolgokba is belenyúl, ugye a beállításokban vannak most már elég komoly dolgok, úgyhogy ő van, amikor megrémülök, de ő tök jól összeszedi magát, ha én nem. És mondjuk én attól rémülök meg, hogy ő más csinál, mint amit én szeretnék. Köszönöm szépen a követéseket. Hogy vagy most? Most már sokkal jobban vagyok. Sokkal jobban vagyok, és nagyon örülök, hogy felvettem a kalocsai mintás fölsőmet, mert hoztam egy újabb témát.
Képzeld, kaptam két boltot a nyakamba. Vívcsó, tényleg? Olyan cukin válaszolsz a buszosoknak, most egyébként már sötét a képernyőm, úgyhogy lehet, hogy nekik már nem fogok válaszolni. Pedig nagyon szeretnék egyébként. Én próbálok kultúráltan reagálni, a nem kultúrált kommentekre is. Hát remélem, hogy sikerül. Szóljatok, ha erős vagyok. Küldtem 3000 lájkot, nagyon aranyos vagy, 14.900 lájkot kaptam eddig, biztosan ezért sugárbőr, cukormadarat is nincsen. Nincsen. Én azt gondolom, hogy azok nagyon túl vannak árba pozícionálva azok a ruhák. És tudjátok, hogy én ilyen akció buzi vagyok. Én mindent akciósan veszek. Laura, szia! Te vagy a Brutusos csaj. Nem tudom, ki az. De most már az arcom is, meg a hangom is egy csomó mindenkire hasonlít. Mit művelnek veled, anya? Ugye, Kárló? De nem baj. Nem baj, az biztos. Lányodat várod? Igen, a lányomat várom. Tudjátok, hogy igazából nem, most már Medúszéknak változott a péntek, azért mondom, hogy pénteken szerintem már máshol fogunk találkozni, nem a kocsiból, mert akkor egyszerre fognak végezni. És ez azt jelenti, hogy ez egész héten így fog alakulni, hogy mindig a Kittit várjuk. Azt hiszem, ezt most már kimondhatjuk ebbe a fél évben, mert szerintem az órarend változni fog majd. Akkor bocsánat, semmi gond? Hát egy angyal vagy, nagyon szépen köszönöm a dicséretet. Jó idő van ott, Adám, csak úgy néz ki. Most mondjuk, hogy ránéztem, nem tudom, mit ugrál föl, de ránéztem, és 2 fokot melegedett, amíg ránéztem. 18-at és most 20-at ír, de csak azért, mert ide süt a nap szerintem. Meg ugye a garázsból álltam ki, szóval annyira nem valós, amit ilyenkor mutat, mert olyan sokat nem jöttem otthonról az iskoláig. Csók, német, Dani? Dani a DN1? Köszönöm a követéseket, mondja Cime. Nem baj, ha leveszem a cipődet. Nem baj, ha leveszem a cipődet. Okay. Én is mindjárt leveszem, csak viccelek. Fűt a telefonod? Igen, az is lehet. Nem bírja, ha rásüt a nap, akkor állandóan... Tüzes menyecske vagy, azért ugrál. Igen, rásüt a nap, és akkor felmelegszik, ezt fejtettük meg, és magától elveszi a képernyőnek a fényerejét. Aztán utána ez majd még egyszer rosszabb lesz, és olyankor szoktam frusztrált lenni, mert nem látom, amit írtok, és akkor nekem az úgy már rossz, ezért léptem ki tegnap is. De berakom a hűtőbe holnap a telom, mielőtt jövök. Csak viccelek, nagy komolyan vegyétek. Igen, az a kérdés, Boti kérdezés tök jogosan kérdezi, hogyha ilyen közel lakok, akkor miért nem viszem haza az egyiket, gyereket, és jövök vissza a másikig, mert ha én hazaviszem az egyiket, akkor kézmosás, levetkőzés, elpakolás, enni adok, mert nyilván ugye ebédidőben vagyunk, visszajövök, és meg telik el idő a kicsöngetéstől, amíg ide kiérkeznek a kocsihoz, tehát hogy annyira szűkös marad, és annyira tingli-tangli az egész, hogy ez így sokkal jobb, és közben tudok live-ozni, mert egyébként nem tudnék. Ez az igazság. Nagyon szívesen. Milyen telefonról live-ozol? Ez egy iPhone 12 főztél, ma nem. Délután fogok, még azt eldöntöm, hogy pizzát sütök-e, mert a Kitty azt szereti, de közben a lencse főzeléket is nagyon szeretik, azt is kérték, még nem tudom. Áron, azt hiszem, hogy nekik Ferrariuk van, gratulálok ezúton is hozzá, egy gyönyörűséges autók szerintem. Live az fontos. Zoli, szerintem először vagy nálunk. Egyébként szeretik, hogy jövök minden nap. Nem azt mondtam, hogy fontos. Van olyan, amikor úgy döntök, hogy hazamegyek és inkább tanulok abba a 40 percbe a gyerekkel, mert másnap dolgozatot ír. De köszönöm szépen, hogy ajánlásokat teszel az időbeosztásommal kapcsolatban. Kevés lesz az az 5 perc. Köszönöm a moderátorok munkáját. Nálunk pörkölt van Nokedlivel, igen, de szép vagy, köszönöm Tamás a dicséretet. 19.400 like-nál tartunk, eddig a like-ot úgy tudjátok küldeni, hogy ütögetitek a kijelzőt. De csak finoman, nehogy megsérüljön. Vagy anyát. Vagy anyát. Medux azt üzeni, hogy ütögessétek anyát. Lehetek, Modi, nagyon szépen köszönöm a felajánlást, meg van maximálisan ki van maxolva a moderátoraink száma, és nagyon-nagyon ügyesen dolgoznak a moderátorok, úgyhogy köszönöm szépen, de egyelőre nem fogadom el ezt a felajánlást. Nálunk frankfurti levesen túrógombóc az ebéd, igen, aki nem tudja, annak mondom, tudjátok, én nem eszek húst, úgyhogy neki külön szoktam főzni, de én húsmentes táplálkozást folytatok. Kihalásos alapom van, azt mondta a Zoli. Igen, Csini vagy, nagyon szépen köszönöm a dicséreteket.
Pont nem látok semmit. Te vagy a kedvenc. Köszönöm szépen. Imádlak. Nagyon aranyosak vagytok. Köszönöm. Csinos vagy, és biztos jó anyuka is. Kicsit szigorú, de csak pont annyira, amennyire kell, hogy az egyek. Amúgy meg modern gondolkodású vagyok. Az én anyukám is nagyon modern gondolkodású. Volt, amikor gyerek voltam. Most meg modern gondolkodású nagymama, úgyhogy valószínűleg, hogy tőle jött ez, hogy lazán vegyem a dolgokat. Tudjátok, a tiltás meg a tagadás az mindig létrehoz, úgyhogy én mindig nagyon nyitott vagyok mindenre. Magyarországon élek, köszönöm szépen, Pest megyében. Szia Attila! Húsmentes milánói van, Kitti is csak úgy szereti egyébként. Atya világ, gyönyörű vagy, köszönöm. Örülök, hogy te bármit látsz belőlem, mert én magamat most pont nem látom egyáltalán a kijelzőn. De köszönöm a visszajelzést. Néha valaki írja már le, hogy minden oké-e. Igen, Zoli, az van. Bemutatod a gyerekeket? Nem tudom most megmutatni őket, Barbie. Amúgy meg csak egy van itt. Még. Egy gyerek van még itt. Samu, szia! Kérdésre, kérdése. Jó, ez nem nekem szólt, föl se olvasom. Hogy telik a napom? Nagyon jól telik most már, a délelőtt mondom, az úgy megállt. Nem tudom, biztos nektek is van ilyen, hogy fölkeltek, és akkor egy csomó feladat vár rátok, de valahogy az ihlet nem érkezik meg hozzá. Velem ez történt, megmondom, a torkom is egy kicsit fájt, úgyhogy azt mondták, hogy pihenjek. És akkor igazából, hát, mondjuk beraktam egy adag mosást, meg megnéztem az e-maileket, válaszoltam rá, de ja, nem volt produktív a délelőttön, majd délután. Hány pulyád van? Nem pulyák ők, gyermekek, kis cukik és kettő, és láttam a kérdést, és most válaszolok rá, nem szeretnék több gyermeket. Így van kitervezve a létszámunk. Köszönöm, Csaba, nagyon kedves vagy, köszönöm szépen a követéseket is. Megállt a komment szekcióm. Hova lett mindenki? Csöndbe vagytok, csak én beszélek egyfolytában. Néha elgondolkozom amúgy, hogy milyen lenne, ha itt egyszerre tudnánk így beszélgetni live-ban, hányan vagyunk, szerintem hangzavar lenne. Szia, Petya! User 9783, hi! Minden oké, Medó? Igen. Jó. Szabó Erika, szia, szia! Amúgy, azt hiszem, jaj, mik vannak ott? 22.900 lájkot kaptam. Nagyon szép vagy, köszönöm szépen. Vagy frehez menve? Férhez. Igen, tökre oda vagyok menve. Pest megyén belül merre élsz, Ada? Nem szoktunk pontosítani ilyen jellegű kérdéseket itt a TikTokon. Szép vagy, köszönöm szépen a dicséretet. Igen, a Vivcső biztos, hogy tudja a választ, hogyha én nem láttam, bocsánat. Prágai Official, szia, szia, örülök, hogy itt vagy. Én is szoktam elmenni hozzád. Hová mész ilyen csinosan? Amúgy nem fogok szerintem ma már menni sehová, de lehet, hogy nem tudom. Az a baj, hogy a bevásárlás is kimaradt a héten, úgyhogy most egy kicsit úgy el vagyok havazva, de össze fogom szedni magamat. Lehet, iszok. Még maradt az energiaitalomba otthon az, amelyik megiszom, és lehet, hogy elmegyek bevásárolni, és akkor délután meg átnézem a házi feladatokat. Nagyon érdekes kérdést kaptam. Mutasd magad. 666-tól, bocsánat, ha nem jól olvasom, de a halványbetűket most nem látom. Mind a két szülésem császáros szülés volt. Igen, hát itt le vagyok már egyből. Tudom, hogy szoktál hozzám jönni, és nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen mindenhova megyek, ahova szeretek menni. Viccelek, ahova tudok, és ahova szeretek menni. Úgy szoktam csinálni. Köszönöm szépen a követéseket is. Már vártam ezt a kérdést a szüléssel kapcsolatban amúgy, mert ezt majdnem mindenhol meg szokták az anyukáktól kérdezni. Igen. Hogy eltelt az idő? 10 év. Már 10 év. Te magyar vagy, kérdezi Beatrix tőlem, határozottan a válaszom. Yes! Igen, magyar vagyok. Szép napot a legszebb TikTokos hölgynek, köszönöm szépen Attila a dicséretet. Kata is válaszolta, igen, magyar vagyok. Magyarországon élek, és magyar vagyok. Ennél többet nem tudok az ügyről elmondani.
ennél magyarabb nem tudok lenni, még a fölsőm is kalocsai mintás, de ugye ezt már kiveséztük az elmúlt 40 percben folyamatosan. Jaj, de csinos, köszönöm szépen a dicséretet, József, szia! Hogy vagytok? 24.500 lájkot kaptam eddig. Tetőfedő vagyok, nem fázok, ezt minden nap megkérdezitek itt a kocsiban, tök meleg van, nem fázok, de kívül tudom, hogy hideg van. Szia Mona, köszönöm, hogy jöttél. Nagyon sokan vagytok ma Hollandiából, mindenkit üdvözlök, aki Hollandiából néz. Pest megyében lakom. Ne kérdezzétek ma már többször, lécike. Köszönöm szépen a követéseket. Hello Tomi, köszönöm, hogy itt vagy. Mi újság feléd? Nálatok is ilyen furja az idő, hogy hol süt, hol meg beborul? Gondolom egyébként, hogy hasonló az időjárás. Tegnap magyar meccsen voltam, és Szoboszlai kirúgta a kezemből a telefont, és betört. Szegény Áron. Akkor most hogy nézel minket? Betört kijelzőn keresztül? Jó ez a Matyó. Köszönöm, hogy megdicséred a fölsőmet, ma még nem is dicsérte meg senki, de végre jött a Tomi, na végre valaki. Nagy kabátba vagy, azért meg kint cigizel, és úgy nézed a live-ot, ugye Tomi? Azért vagy nagy kabátba? Live, mutasd magad, hat. Nem láttam az elejét, hogyha... Igen, köszönöm a követéseket. Egy szép napot kívánok, Attila, neked is szép napot. Kalocsai felső, haján vakszoltam, mert fúj a szél. Szia, Mizu, veled? Velem most pont ez a helyzet, hogy nem sok mindent látok a kijelzőből, de amúgy jól vagyok. Délelőtt nem voltam annyira toppon, de most már összeszedtem magamat. Előre kaptam. Itt vagyok veletek, és előre kaptam. Viszont... Nagyon szépen köszönöm a mai figyelmet, végéhez érkeztünk a live-nak, köszönöm szépen a 24.800 lájkot, a nagyon, nem is mondtátok, hogy belelóg itt a tükör, most vettem észre, most, hogy besötétedett. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy nézett ma is, mindenkinek csodás napot kívánok, köszönöm szépen a moderátorok kitartó munkáját, találkozunk legközelebb. Szép napot, sziasztok!